mert mindannyiunk jóléte a cél és nem a profit. És ez a lényeg benne. Autonóm, önigazgató, szeretett közösségek, építsék fel a világosságnak ezt az új társadalmát, és annak önfenntartó fehér gazdaságát, és amiről beszéltünk, és közbirtok rendszerét, amely a Szent Koronát annak az alapja. Nem magánbirtok van, csak közbirtok. És ami a lényeg itt ebben, hogy egy spirituális kapcsolódás van a szellemi világ és a földi lét között. És az a megalapításunk, hogy a szakrális természeti törvények szabhatják csak meg a földi társadalmak felépítését, az abban élő egyének létét, értékrendjét és működését. Tehát felülről lefelé, ha nem szakrális törvények alapján épül fel egy társadalom, az előbb vagy utóbb el fog pusztulni. Mert aki a törvényeket megszegi, az előbb-utóbb pusztulással ítélve. Aki, a mai viszonyok között teremtő helyet, Isten epigonként úgy gondolja, hogy átveszi az Isten szeretet, és ő lesz, aki meghatározza ezek a földi világok létét, az pusztulásra van ítélve. Nem lehet a teremtők helyére beülni, nem lehet a teremtők helyen bármifajta döntéseket hozni, mert ez lehetetlenség. Ez a törvény szegést jelenti. Viszont azt is tudnunk kell, hogy a szakrális királyságok és császárságok kora lejárt. Most megfordult ez az egész áramlás, egy alulról fölfelé áramlás történik. De kiknek az áramlása? Azoknak a úgynevezett szellemileg felemelkedett, kinyílt harmadik szemű honfitársainknak, akik fölismerik azt, ezt a spirituális törvényeknek a földi működését, és ebben már egységben vannak. Mivel hogy mindenki ugyanazt az üzenetet kapja fölülről, ezért természetesen mindannyian ugyanazt fogjuk gondolni. És ha ugyanazt fogjuk gondolni, ugyanazt fogjuk cselekedni, és innentől kezdve a többségről meg lesz az egység. És az egység teremti meg. És ez és ennek a földi megvalósulása tulajdonképpen a személyes részvételi demokrácia. A személyes részvételi demokrácia pedig azt jelenti, hogy nem képviselők által, hanem magunk által, mi magunk, mindenki egyenként képes és jogos arra, hogy döntsön, tulajdonképpen döntéseket hozzon a maga és a közösség érdekében is. Az alul és spontán szerveződő önálló szeretett közösségek egyenrangú szövetsége adja meg az új párhuzamos társadalomnak és államszervezetünknek az alapjait. Ez egy teljesen más gondolat, egy teljesen más szemlélet volt. Én úgy gondolom, hogy ebbe nekünk és ami a lényeg és ezzel kapcsolatos, hogy ez decentralizált, úgynevezett hálózatos kerekasztalok és szakmai műhelyek formájában építjük és szervezzük, egy szellemi kalákában akarjuk ennek az egész katalizálható új élhető világnak és párhuzamos társadalomnak a megszületését megállítani. És ehhez, és itt van az utolsó gondolat, és ez a legfontosabb, beszélünk itt mindenféle virtuális, digitális világról. Miért ne teremthetnénk meg mi magunknak egy önálló, saját, digitális, alternatív társadalom virtuális teret? Ezen dolgozunk, és tudjatok róla, ugye van ez a DSA törvény, nem tudom, mindenki hallott már róla, ez az incenzúra törvény, megalakult már a Magyarország új HVH, az Államvédelmi Hatóság, ami gyakorlatilag február 17-től monitorozni fogja az összes közösségi portálokat, és tulajdonképpen igyekszik az állam számára nem megfelelő, vagy számukra, hogy is mondjam, álhíreknek, vagy egyebeknek tekinthető híreket kicenzúrázni, illetve lehet kapcsolni azokat a weboldalokat, akik ilyennel foglalkoznak. Mi tulajdonképpen úgy döntöttünk, hogy létrehozzunk egy önálló, zárt, védett, tűzfalunkra védett, komplett informatikai, úgynevezett virtuális teret, amik mi elnevezzük alternatív társadalomnak, de nevezhetjük Szent Korona országának, nevezhetjük ezt B-tervnek, vagy A-tervnek, vagy nevezhetjük bármi másnak, nem ez a lényeg az, hogy ez az új világ, ez az új világ. Ami digitális formában itt van az orrunk előtt. Ezt meg tudjuk valósítani, néhány hónapon belül ez a rendszer kompletten föl fog állni, lehet, hogy március elejére, közepére és lehet, hogy készen vagyunk. Most 85-90%-os készültségi fokban van már ez a rendszer. Ezt nem tudják meghekkelni, ezt nem tudják lezárni, itt nincsen tech, aki megrohamozza, mert nem találják a szervereket. Így gyakorlatilag, ha lekapcsolják az áramot, akkor is működik a rendszerük. Semmi fagy, olyan havária terve van hozzá, ami gyakorlatilag abszolút védetét teszi a rendszer. Aki ebben a rendszerben belépsz, egyetlen egy regisztrációs gombnyomással be tud lépni a rendszer, és onnantól a rendszer részévé válik. Ennek bizonyos költsége van, és azt is akarom mondani, a fejlesztés még folyik.
egy most a legvégére ennek a záró fejlesztéshez körülbelül 16 milliós forintos költség lesz, aminek a végső, hogy is mondjam, adományozását most akarjuk elindítani, és én magam részéről pont azért, hogy lássátok, hogy mennyire komolyan vesz ez a dolgot, én magam személy szerint, magán szerint fölajánlok ebből a 16 millióból 2 millió forintot holnap az alapítványoknak, hogy lássátok, hogy mennyire komoly ez a dolog. És azt kérem mindenkitől, hogy kezdjük meg a gyűjtést, ezt az informatikusok készen állnak már, hogyha ez a pénz meg lesz, akkor azokat bevonják az alkalmazottakat, megcsinálják ezt a tervezést, lesz saját pénzük, itt lesznek saját vállalkozásaink, lesznek saját, hogy is mondjam, e-piacaink, lesznek saját kulturális központjaink, orvosi központjaink, minden, ami egy alternatív társadalomban kell, hogy az emberek jólétét szolgálja. Ez abszolút kézenfekvő, és itt van az orrunk előtt. Minden lehetőségünk meg van hozzáadva, és ami a lényeg, a saját pénzünk is lesz, ami azt jelenti, hogy nincs erre az ottani belső ügyletekben semmifajta adó. Nem lesz áfa köteles. Tehát, hogyha ott adsz, veszel a rendszeren belül, a szövetkezeti csere gazdálkodásnak minősül, nincs rajta adó, nincs rajta áfa. És cseteltek saját Facebook portálunk lesz minden, és semmilyen módon nem kapcsolódunk semmifajta végtek informatikai rendszerekhez, semmilyen más külső rendszerekhez, csak a saját rendszerünk lesz, és abszolút védett, úgyhogy lehetetlenség lesz hozzánk betörni. Úgyhogy, és ezt az informatikusok nekünk garantálják. Erre van egy külön havária terv, úgyhogy esélyt van. Köszönöm szépen önöknek! Ilyen példák, ilyen tudományos példa rengeteg van,
ezeket szeretném szépen sorba állítani, és azzal lenni, hogy mindenki számára megnézően egyértelműen mutassa, hogy mi történt itt valójában. Tehát gyűjteni akarjuk ezeket a tudományos publikációkat, és akkor ugye itt a Vajász, amit Guzel András már említett, az amerikai adatbázis és oltásoknak a mellékhatásait vizsgálja, illetve bejelentést tehetnek ott. 36 ezer halálozásról beszél, december 29-i dátummal. Ugye ez az utolsó frissítés, ami elérhető, ezt tegnap este töltöttem le. És azt tudni kell, hogy legalább 10-szeresen alul van becsülve ez az adatbázis. Tehát, hogyha 36 ezer halott volt Amerikában, amit ez az Vajász mutat, akkor az legalább 360 ezer, hanem 100-szoros, tehát 3,6 millió halott az oltásokat követően. És ugye látjuk, hogy a több halálesetet okoztak a COVID-oltások, mint az elmúlt 21 év összes oltása együttvéve. És nem kell több dolgot, még egy táblázat, egy grafikon mutatok. Itt látják a pirosakat, a négyszer oltottak. Tehát ez a COVID-19 halottak Angliában. A zöld a nem oltott. A piros az összes oltást felvette. A narancsárga az a 3-at vette fel, a sárga az a 4-et vette fel. Tehát az a lényeg, hogy ha minden oltást fölvett valaki, akkor őneki van a legnagyobb esélye, hogy Covid-dal hal meg. És ez az összes halott, a Covid halottnak a 94%-a. Tehát ők négyszer oltottak. Covid halottak közül, aki négyszer oltott, az 94% volt. Tehát mit lehet mondani? Azt lehet mondani, hogy az egész egy kamu volt. Úgy, ahogy van. Ez arról szólt, az oltás bizniszről, hogy eladják az oltást nekünk. Aztán mikor halnak meg ugye az a kérdés? Láthatjuk, hogy a nulladik, tehát még aznap, egy nappal, két nappal, egészen 30 napig folyamatosan csökken a halálozás az első hónapban. Ez a rövid távú következménye az oltásnak. Ugyanakkor izraeli kutatók azt találták, hogy ez az első hónap, de a második hónapban elkezd újra növekedni a halálozás. Tehát, hogy van a hosszú távú hatás, amiről ugye bőszen hallgatnak, a rövid távúról is, de a hosszú távúról végképp bőszen hallgatnak, és látható, hogy két hónappal utána már sokkal többen meghalnak, mint az első hónapban. Tehát vannak a rövid távú, a hosszú távú, egy néhány hónap, és az a hosszú távú, ami évek múlva következik be, amiről alig tudunk valamit. Mit tudunk, hogy ezek az oltások, ezek fokozzák a szervezetnek a gyulladáskészségét, és mindenféle betegség könnyebben ki tud alakulni. Ugye ez az időrend, hogy mi történt, itt lejátszották az eseményt, 2020-ban megcsinálták, mintha lenne nagy járvány, és nem volt. Aztán elkezdtek oltani, majd jöttek a mellékhatások, 22-ben ezt folytatták tovább, 23-ban már láthatók a hosszú távú mellékhatásai az oltásnak, és 24-ben eljutunk oda, hogy most már elkezdjük tudni kibontani, hogy mi is történik itt valójában, mitől annyira betegek az emberek. Ugyanakkor tudjuk, hogy már évekkel korábban is megvolt ez a kórokozó, benne volt mindenféle élettérben, tehát koronavírus nyomokat szennyvízben, vagy a 2019-ben, de ilyen publikációban sok. Vagy például láttuk azt, emlékeznek arra a hajó dologra, ugye, hogy az öreg turisták luxus hajóval, ez a Diamond Princess luxus tengerjáron 3700 utas, és akkor lezárták őket, és rendkívüli gózpontnak nyilvánították. Az átlag életkor 70 év volt. 19%-áról mutatták ki a
kamu PCR-t tesztjük el, hogy úgymond fertőzöttek. Heten meghaltak, hogy mi miatt, az egy kérdés, hogy jelentőbb rendkívül is stressz lehetett ott szerencsétleneknek. Na most, tehát heten haltak meg 3700 emberből. Hát ez bőven megint 0,1% alatt lehet. Vagy volt a két, három katonai hajó, ugye volt a Theodore Roosevelt anyahajó, ott 60%-ról azt bizonyították, hogy átélte a fertőzést. A Charles de Gaulle és az U.S. Kitt nevű összesen 7000 katona, ebből 4200-nak meg volt pozitívan a tesztje. Tehát lehetett tudni, hogy 60% már korábban átélte ezt a betegséget. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy 2020 tavaszán kezdődött a folyamat, és egy halál volt, ami 0,03%. Tehát mit lehet megint mondani, kamu volt az egész. Ugye a saját praxisomban, hogy most az oltások miatt mi mindenféle betegséggel jönnek, ugye daganattal, idegrendszeri betegségekkel, fájdalommal, krónikus fáradtsággal, bőrbetegségekkel, hasiban az nagyon gyakori szinte mindenkinek azzal kezdődik, tehát felborul ugye a vérflóra, légúti betegségekkel, mozgásszervi betegségekkel, érrendszeri vérnyomás problémák, ugye nem tudják beállítani, szívimpuls zavarok, és vannak ugye gyerekek is, akik valamilyen oltást kaptak. Azt látom, hogy minden évben egyre több az oltott beteg a beteg pacientúrában. Tehát az első évben csak 104-ben van, 22-ben 319, tehát az rész aránya a betegeink között az oltottak egyre nagyobb arányban vannak jelen. És hát ugye nagyon sokféle, ebből egy-két dolgot már elmondtam előző alkalommal, inkább az utolsókat mondom el. Az első oltás után felment a vérnyomás, a második után pedig minden izületének gyulladása erősen megmelekedett. Köszönés kialakult, teljesen kigyulladt a haja. Tehát azt lehet látni, hogy vagy újonnan kialakul egy betegség, vagy a régi betegsége megerősödik, és sokkal súlyosabbá válik, vagy már régen nyugalomban volt, és hirtelen kiújul. Vastag bőrdaganata lett, turborákra. A turborák az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan és nagyon befolyásolhatatlanul halad előre. Trombózisa, nagy érben 80%-os elzárulás, tüdőembólia alakul ki belőle, vérhígító, óta pedig súlyos hasi panaszai vannak. Ezek konkrét esetei. Oltás után 2021. szeptember feldadattak a lábai, 4 hónapig ez nem ment le, utána prostatarákot, csontártétet, májártétet találtak, prostatából oltás előtt a vírusnél negatív volt, oltás után viszont pozitív. Nyirokelváltozások is vannak, tüdőembólia is, és extrém magasra mentek ezek a markerek. Hasmenés, láz, fáradékonyság, depresszió. Aztán volt egy olyan, hogy márciusban epés gyomorgurult, le volt szorítva a trunkus cöliákiusza, mert hogy már akkor ott volt egy daganat. Júniusban megműtötték, ördög körüli fájdalom alakul ki, az zonulőn szintje is emelkedett, ugye az azt jelenti, hogy átjárható a vérfal, kóros széklet enzimek jelentek meg, hasnyálműtő funkció csökkent, magas laborértékek, ilyen gyulladásértékek. Aztán egy másik az már 6 ciklus emomból túl, amikor jött hozzám, és a petefészek rákja aktivizálódott. Aztán a harmadiknak ugye a CLL, tehát ez a krónikus limfoid leukémiája volt, ami teljesen nyugalomban volt, 22-ben elzáradott a végbél, sztómazsákot csináltak, ekkor derült ki, hogy vastagbél, májtüdős áttétek vannak, kapott kemoterápiát, utána összönörgött. Utolsó műtét előtt 150-350 km-es zarándok utatat tett meg, ereje teljében volt, most pedig teljesen leépült. Na, és akkor szeretnék néhány videót mutatni, hogy mi minden van ezekben a oltásokban. Ugye vannak a rövid távú mellékhatások, hosszú távú mellékhatások, ugye, és azt állítják, néhány vizsgálatot kiszemezgetve,
a birodalomból, hogy 0,1-200 körüli lehet a mellékhatásoknak a mennyisége. Ez biztos hazugság. Eddig ismeretlen furcsa képletek jelennek meg a páciensek révében. És ugye gyűjteni akarunk hozzá információkat többet. Ezt fönn van a weboldalunkon, orvosokat tisztánlátásért ezen a címen meg lehet találni mikroszkópos elemzést. És ezt azért mutatom, mert ugye mások is ugyanezeket megtalálják, amiket én. Tehát ez egy olyan képlet, egy ilyen csőszerű képlet, látjuk ilyen 10-50 mikrométer vastagságú cső alakul ki. Ez az, amiről a postokkal az előbb beszélt, hogy a csip biztos benne van. Véleményem szerint ez egy nano részecskékből összeállt antennaszerű képlet, ami bekerül a vérbe, és sajnos most már szinte minden oltott embernél megtalálom ugyanezeket. És akkor ezek így saját felvételeim. Tehát ez a csőszerű képlet, ez érdekes módon ismétlődik. Tehát ugyanez a képlet van minden oltott betegnél, vagy hát nem mondom, hogy minden, de nagyon gyakori. Szinte alig van, akinek nincsen. Vajon hogy kerül ez a vérbe? Nézzük a következőt. Látjuk ilyen, van amelyik egy kicsit szőrösebb, van ami kevésbé, de az a lényeg, hogy egy vörös vérsejt elfér benne. Ugye egy vörös vérsejtnek az átmérője az olyan 8 mikrométer, és ez pedig olyan 10 körüli az átmérője a szélesebb részeken. Aztán a vége úgy elvékonyodik mindegyiknek. Vagy néha előfordul, hogy olyan, mintha el lenne várva a vége, mintha nem tudott volna fölé. De látjuk, így elvékonyodik. Tehát van egy ilyen kis lezárt vége. És mind a két végén általában. Na, ez egy ilyen nagyobb massza, de ennek is van egy ilyen csőszerű kijárata. Szóval mit is helyeztek belénk azokban, akiket oltottak? És sajnos azt kell mondjam, hogy egyre többet látok nem oltottakban is. Ami azt jelenti, hogy vagy ott a vége, látják, ez ugyanaz a kis elvékonyodás. Tehát vagy fertőzik egymást, vagy például tesztekkel vannak olyan betegeim, akik biztos, hogy a sok tesztelés miatt szedték ezt össze, és hát vannak szövődményeik is, ott is az elvékonyodás a végén látjuk, ugye? Nagyon hosszú, tehát így a vér kenetet vizsgálva azt lehet mondani, hogy ez nagyon hosszú. És akkor ugye megint ebből a anyagból, ami fönn van a weboldalon, látjuk, hogy vannak ilyen mindenféle más alakzatok, vagy például ezek a kristályok. És akkor itt mutatok Szilágy László felvételeiből, ami teljesen hasonlít ehhez az előzőhöz. Ugye? Tehát ez a kristályformáció, ő azt írja, hogy ez csak a Covid oltásoknál látta, de most amit itt látunk, ez az MMR Vax Pro osztrák változat. Két helyen voltak a két kristály, csak így összebotozta őket. Teljesen hasonló szerkezet. Vagy például ez szintén a John B. nevű, Dr. John B. nevű illetőnek a Twitteréről van, oda tette föl. Ezek is a doldásokban vannak benne. És Szelák László ugyanazok, ugye a Prevenárban megtalálta teljesen hasonló szerkezeteket. Na most, mivel lehet ezt az egészet szüntetni? Én azt látom, hogy kopik. Annak is, tehát mondják sokan, hogy ha már egyszer fenn van, akkor az már bemarad, aztán nem lehet semmit kezdeni.
Azt kell tudni, hogy sokféle dolog van, amiket mondnak. Tehát van a lemelenes, amiről beszélnek, a tüskefehérje, és vannak ezek a méreganyagok, grafén és hasonló társaik. Ugye ez nyilvánvalóan nem tüskefehérje volt, amit az előbb láttunk, ezt a csőszerű szerkezetet. Tehát ezeket biztosan lehet valamiképpen koptatni. És ugye ma már szó volt a táplálkozás terápiáról, Grannis Pétertől. Itt ugye én nagyon sok salattanító kurát csinálok, tehát az az elve, hogy akinek van tartalék, azt le kell adni. Mert akkor sokkal ütőképesebb, sokkal reagáló képesebb az immunrendszer és az egész szabályzás. Tehát különböző salattanító kurákat, lévő kurákat vezetek, Buhinger, Meyer, Grosz, aztán végző gyakorlatoknak nagy jelentősége van, erről nagyon magas szintű tudományos munkák vannak, hogy légző gyakorlatok mit tesznek. Az oxigénterápia, hogy oxigént lélegeztetek be például a kezelések alatt. Izzasztó módszerek vannak, ugye különböző izzasztó kamrák, amiket lehet használni. A indiai gyógyászatban van a szvédana, de vannak az európai finszaunák és infraszaunák. Aztán az indiai gyógyászatban ugye bizonyos fajta hashajtás, bizonyos fajta beöntések, bizonyos fajta hánytatás, van a kolonhidraterápia és egyáltalán a jól ismert beöntés. Ezekkel lehet az emésztőrendszeren keresztül tisztítani. Növényi táplálkozást tudtam javasolni, reformálok szerint egyéni programot állítok össze nyilván, az étkezését egyénileg állítom össze, és de nagyon gyakori az, hogy a növényi étkezésre állunk rá. Gluténmentesség, leptinmentesség, mozgásprogram, egyéni program, ugye van, aki inkább ilyen statikusabb gyakorlatokat csinál, mint jóga és csinkunk, van, aki pedig egyszerűen zsigerében van, hogy futni akar, vagy ilyen dinamikus mozgásokat csinál. Nagyon fontos a mozgás. Tehát én azt látom, hogy aki beoltatta magát, annak sokkal nehezebb fenntartani egy jól működő egyensúlyt. És ugye ide jöttem, hogy hosszú távon csak is a szervezetünk önálló, önszabályozó, zavartalan működése lehet a megoldás. Tehát az nem megoldás, hogy steroidot adnak, mert ekcémái lettek az oltástól. Ugye, tehát az nem lehet fenntartani egy gyógyuló folyamatot. Az a legfeljebb arra jó, hogyha valami nagyon súlyos, akkor azt lehet egy időig csökkenteni, de utána újra valami saját működés szabályzásra kell átállni. Aztán kell ugye a rendszeresség, a rendterápia, az elegendő pihentető orvás, pozitív gondolkodás és a saját spiritualitás fejlesztése. Aztán a emésztő rendszeri panel nagyon fontos, mert ugye, ahogy mondtam, az onulin vagy más jelek, vagy például a vérbe átomolt a baktériumokat, amik a vérből származnak, tehát a vérfal sérül, azt rendbe kell hozni, ahhoz kellenek mindenféle prebiotikumok, aztán erősíteni kell a bélnek az izom működését, az emésztő megtermelését, a passzázsát. Hát érdekességként ideírtam az FMT-t is, ez a széklet átültetés, de ez általában magyar embereknek nagyon drága, mert Kanadában állítják elő az anyagot hozzá, és ez rendkívül költséges. De egyébként szintén jó lehet. Viszont nem ér semmit, hogyha valaki az irányhagyját nem változtatja meg, akkor hiába az egész pénz kiadása. Oxidáns anyagok redukálása, szabad gyökök csökkentése, ehhez vannak mindenféle természetes anyagok, amelyeket segítik. Az immunrendszeri kiegyensúlyozás, ugye nem az immunrendszernek a turbózása, hanem éppen hogy a csillapítása, vagy a kiegyensúlyozása. Akkor pótlás, tehát hiányzó ásványanyagok, vitaminok a pótlása, erőteljes gyógynövények használata, ugye a hazaiak mellett elsősorban indiai, dél-amerikai, kínai gyógynövényeket használni, amikor az ember majd a Maria még beszél ilyesmiről ma. Homeopátiáról sokat beszéltünk, nozogékról, akati szerekről, tüneti szerekről, parenterális bevitel, ugye infúziókat, megadagú C-vitaminokat, vagy D-vitamint izomban szoktunk adni, vagy egyéb más ilyen természetes anyagokat, glutatívan és hasonlókat. Aztán a kémiai szerek is átmenetileg szükségesek lehetnek, mint például, hogy az ivermektinről is szó volt, én azt tartósan senkinek nem adnám.
szoktunk néha alkalmazni, de nagyon keveset. Jó? Tehát azt gondolom, hogy, hogy különböző témakörökkel érdemes foglalkozni, de ez egy kiemelt dolog, hogy sérültek az emberek az oltások következtében, és ennek a különböző vetületét azt össze kell szedni, és ebben az évben össze kell állítani azt a tudásfázist, ami megmutatja, hogy milyen károkat okozott, mik adnak a feltárható okai, és miként lehet ezzel a védekezni, mit kell tenni. Köszönöm szépen a figyelmet! Szólítom Okán Lajos kedves barátunkat. Ugye ő is azok egyike, aki régóta műveli ezt a gyerekkori oltások ügyében való tiltakozást. Annyit kell tudni rólam, hogy én 2017 óta vagyok az elnök ennek a szervezetnek, a sorban a negyedik, és én nem vagyok orvos, semmi közöm nincs az egészségügyhöz, én civil vagyok, a kreatív informatika területén tevékenykedek saját vállalkozásunkkal. Saját gyermekem kapcsán kerültem kapcsolatba az oltásokkal, és a kezdetektől fogva, mint alapító vagyok ebben a szervezetben. Az én előadásomat két fő témára mondtam. Az egyik az nyilvánul egy rövid bemutatkozó, meg hogy milyen jellegű munkára alapoztuk a tevékenységünket. A másik meg három példát hoztam, hogy milyen harcot vívtunk itt a hatalommal. Nem tudom, remélem, hogy tudom belőle tanulni. Ezek a múltban történtek, de lehet, hogy egy-két olyan instrukciót ad most az új erőknek, amit lehet átatanulnak belőle. Na, hát Mottónak én egy Müller-Péter idézetet hoztam. Az igazság kibírja a kételyt, sőt felfedezése igényli is. Vaki csak olyasmihez kell, de az nagyon, ami nem igaz. Nos, annyit még a tisztelet jelül, meg kell, hogy említsek, hogy nem mi voltunk az elsők ebben a témában Magyarországon. A Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány megelőzött bennünket. Ők a 2000-es évek elejétől fogva nagyjából 13 évig ugyanazzal a profillal tették a dolgokat, mint amit mi csináltunk. Magyarán a legnálóbb jelenlegi hazai jogszabályokat tiszteletbe tartva nem megsérve, próbáltak valamiféle változást elérni. A mi egyesületünk az 2010. október 2-án alakult. Ez nagyjából egy éves előkészítő munka keretében alapoztuk meg. A bírósági bejegyzése a november 6-án történt ez évben, ez a második nekifutásra. Hozzáteszem, hogy most szerintem ilyen profilra nem jegyeznének már a civil szervezetet ebbe az országba. Egész vegyes felvállaló volt az alapító társaság, gyakorlatilag a társadalom minden szegmenségből jöttek emberek, Székesfehérváron, Békéscsabáron, Budapestről, sőt, hát ugye az első tiszteletbeli elnökünk az Ébert Jenő volt, aki most elhagyta itt már a hajót, vagy a bárkát, bocsánat, mert a hajóban mindig süllyed, a bárka meg túlél. És nos, kiemelném az alapszabályunkból, tehát mi ezt ezzel adtuk be a bírósághoz az alapító okiratunkat. Az egyesület célja az emberi és állampolgári jogok védelme, melyet elsősorban az egészségvédelmi területén kíván kifejteni.
elismertetni a szabhatóságokkal a jelenlegi kötelező védelhatások rendszerével szemben a szülők szabad döntéséhez való demokratikus jogát, legyen a szülők részéről önkéntes a teljes körű tájékoztatáson alapuló beleegyezés a videóutasok tekintetében. Nos, hát az első alapozó lépéseik azok abból álltak, hogy meg kellett viselnünk az akkori jogi lehetőségeket, amit különben tényleg ebben bíztunk a legjobban. Tehát annyi kiskapu volt az akkori jogi törvényeinkben, jogszabályainkban, hogy néhány hónapot adtunk magunknak, hogy ez sikerülni fog. Hát kiderül, akkor nem lennék itt. Tehát, a másik ilyen nagyon fontos dolog az volt, hogy megismerni az oltásokat, mert nyilvánvaló kezdő szülőként mi sem tudtunk erről túl sokat. És itt nem kifejezetten arról, hogy most passzív vagy aktív, hanem egyáltalán a védelmi idő, hatásmechanizmus, meg hogy egyáltalán milyen mi zajlik az immunrendszerben, amikor egy ilyen védőoltást beadnak, illetve mennyi ideig fog az védeni. Meg kellett ismerni, megismer az oltásokkal kivédeni szám betegségeket. Ugye most nyilvánvaló előadó orvosoknak ez nem olyan fontos, de a szülők hasonló fajok gondolkodnak. És nagyjából meg kellett ismerni azt is, hogy a betegségek kialakulására mi a feltétel, mi a táptalaj. Ezt különböző szempontból néztük. Utána nagyon fontosnak tartottuk, hogy föltérképezzük a szakmát, hogy egyáltalán van-e igénye a változásra. És hát mi, a következő diánál beszélek, azt is szerettük volna tudni, hogy kik azok a csoportok, akik velünk vannak, akik a változás igényeik. Ugye itt most egy akkori állapot, ez a 2010-15 közötti állapot, tehát a leghomogénebb közeg, ez az otthon szülők, a jótársak, tényleg a társadalomból kivonulni szándékozó, elsősorban nem nemzeti érzelmű réteg. Ők azok, akik a rendszerben csalódtak, és egyfajta tévútként tekintenek korunk rendszereje. Ugye most ez már kitágult ez a kör, mert most már én azt látom, hogy a polgári Magyarországon, de most ne a Fidesz narratív alapján, egyszerűen nemzeti érzelmű józan emberek, és már bele emelődtek ebbe a körbe. Volt egy-két meccsünk a hatalommal annak idején, még Ócsai Marossal és társaival, és volt egy Székesfehérvári vitán, elég tanulságos volt. Nem mondanám, hogy jól jöttünk ki belőle, de onnantól kezdve megtanultuk, hogy nagyon pontosan kell érvelni, és meg kell tanulni különválasztani a tényeket a fikcióktól, és még oda tenném azt, hogy a magánvéleményt is külön kell kezelni, mert néha van ilyen is. Hát ugye azt is felismertük, hogy a szakma is gyakran hibásan és pontatlanul érve. Ugye emlékszünk a Covid járvány alatt a Szlávik úr, Merkeli, vagy Nyugyóka ületszecizője, hogy gyakran keverte például a megbetegedést a fertőzésre, ahol tudjuk, hogy a fertőzést megetjük a megbetegedésre. És a rendre rosszul életek is keverték. És ami utolsó gondom van, erre is szükség volt, mert mindig csak külföldről emeltünk át mély statisztikákat, és hát pontos hazai statisztikákat kellett készíteni, mert nem volt olyan könnyű, mert időközben megszűntek a KSA kirendeltségei, tehát sokszor a Széchenyi könyvtárból vagy egyéb olyan könyvtárból kellett kihozni a lefénymásolni az adatokat, amit hát körülményes volt. Szakmai felkészültséggel kapcsolatban, hogy itt elsősorban az orvosokat kerestük, mégis hogy állnak ez a kérdéshez. Az első megállapítás az volt, hogy a szakma döntő része egyszerűen igyekszik eltolni magától ezt a témát. Illetve az is egy érdekes dolog volt, hogy kik jelentik a szakmát, mert ugye vannak itt orvosok, szakállók, infektológus, tudományos körögyártók, és hát mi azt láttuk, hogy igazából egyikük sem tartozik, tehát mindegyik csak egy részfeladat lát ebből a történetből, és nagyon kevés az olyan jellegű kutató, aki mondjuk
végig tudja mutatni ezt az egész sort. A másik konklúzió az volt, hogy nem is akar, de már nem is képes önálló döntés meghozatalára, itt az orvosokról beszélek, egyszerűen egy szabálykövetés lett a mostani módi, és hát ebből nem nagyon akarnak kilépni. A kritikai érzék, a kreativitás már inkább hátra lett, mint előre. Ugye ez nem csak az orvos tudományban van most már, hanem szinte mindenhol. Ennek fő oka, hogy a közép vagy az alatti szakmai és emberi képességekkel rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy ez itt nem biztos, hogy nekem már nem ott helyettem már más is. Amit még itt érdekes, hogy ezt akkor mi így láttuk, hogy gyakorlatilag egy katonai hierarchia jellemzi ezt a réteget. Ugye most a belügyminisztérium egészségügy már nem egy gondolat, az hanem tény. És ugye az, hogy a gyógyítás helyett kezelést kapunk, ugye a gyógyítás nem egyenlő a kezeléssel. Erről itt most nagyon sok előadás hangzott, ezt nem is részletezem. Nos, három fő mozzanatban láttuk mi annak idején a jövőt, hogy hogyan tudunk valami előrelépést elérni. Ebből a legrövidebb időn belül eredetű cél az az volt, hogy az első az, hogy a haszontalan oltások kivezetése a rendszerből. Ugye nem csak a BCG-t, írtam ki, mert később fogok erről majd beszélni, hogy miért pont ez. Ugye akkor még volt a WHO-nak egy irányelve, hogy ezt mikor kell alkalmazni, és Magyarország már rég teljesítette ezt. Tehát teljesen haszontalan kivezethető oltás lenne. Az oltások idejének három éves korig való kitalásáról már hallottunk ma előadást, én ezt nem részletezném. Meggyőződésünk az, hogy nagyságrendekkel, én 90%-ot mondok, hogy sokkal kevesebb beteg gyerek lenne. Ezt nem akarom. A luxus vakcinákról, ezt azért említeném meg, mert volt nekem alkalmam egy pécsi kutatóval, vakcinafejlesztővel beszélni, egy idős úri ember volt már a nyugdíjas éveivel visszajárt a hobbiból dolgozni, és ő úgy hívta például a kanyara vakcinát, hogy luxus vakcina. Tehát a szakmán belül van egy ilyen slang ezzel kapcsolatban. Ezek általában a tipikus gyermekbetegségek, én föl is soltam a rubeola, a kanyara, a mumps varicella, hogy ezek a kiütéssel járó mumps kivételével betegségek, amikről régen azt tartották, hogy inkább építik a szervezetet, az immunrendszer, mint hogy valami baj csinálnának. Ez a program, ez a jelenlegi kötelező rendszeren belül is végkezd vihetően, de nagyon pici korrekciókat. A második cél az volt, én különben azt tartom az egyik legfontosabb mérföldkőnek, hogy eltörölni az elmaradott oltások esetében a kiszalandó pénzbírságokat. Tehát az a cél, amit csak így lehet elérni, az egyszerűen nem szolgált jó ügyet. Én nekem meggyőződésem, hogy az egészségügyben semmilyen készítő intézkedésnek nincsen helye. Legyen ez bármelyik terület. Ugye kivéve, amikor önkívületi állapotban van valaki, akkor valami döntést kell hozni. De ez lenne a választhatóságnak az előszobája már. Tehát a harmadik cél, ez egyben a küldetési nyilatkozatunkból is egy idézet. Tehát a szülő a kezelőorvosa együtt a kór előzmények figyelembevételével közösen dönteni kell, hogy milyen oltásokat adnak be gyermekeiknek és melyeket nem. Ugye ezzel kapcsolatban már azonnal jöttek a gondolatok, hogy itt a rendszer átalakítására is szükség lenne, mert a jelenleg működtetett házi orvosi rendszer az egyszer alkalmat lenne ennek a lekezelésére. Tehát egy azért, mert most mondok egy példát, már többször esett a kanyarról, a kanyaróval kapcsolatban a hivatalos protokoll most az, hogy antibakteriális kezelést kell adni profilaxisba, hogy a felülfertőződéseket megakadályozzák, de nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen hibás út, amikor
tudható, hogy a átütemű pótlással sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint egy olyan antibakteriális szerrel, ami gyakorlatilag a belső biomot tönkreteszi, vagy legalábbis gyengíti. Nos, mi politikai akaratban láttuk különben a változásnak az egyetlen, tehát ezt a politikusok fogják meghozni ezt a döntést, úgyhogy erről nem is beszélnék többet, nem fogy az idő. Nos, azt nem mondom, hogy csak nem minden jogi lehetőséget kipróbáltunk, de nagyon sokat, úgyhogy ez itt rosszul szerepel. Ahány jogi ellentmondásra rámutattunk, azt abban a pillanatban bezárták, nagyon rövid időn belül. Tehát volt egy hiányos jogszabály, akkor gyorsan hoztak egy rendeletet, vagy bármit, és kiiktatták. Egyszerűen tényleg mondhatjuk, ez egy értelmetlen harc volt, és csak rontott a helyzetem. Itt erről már hallottunk ma, ez bennünk is megfogalmazódott, hogy szükség lenne egy természetjog felállítása, amely védi az ember és a természet viszonyát a tudományos technomatizmussal szemben. Ez egy kicsit olyasmi lenne, mint az emberi jogok kartája, ugye? Csak csinálni, ez kicsit úgy hangzik. Igen, csak na tehát ugye láthatjuk azt, hogy az emberi jogokat is tolvonással lesöpörték az asztalról, tehát ez sem jó. Tehát valami más szisztéma kellene, amit a Tibori tecsetel, valami hasonló. Nos, második részhez értünk. Itt három ügyet szeretnék példaképpen felhozni. Az egyik a pneumokokkusz elleni oltás bevezetése. A másik a bárányhő elleni oltás, ugye ez egy választható oltásra volt, és a mi időszakunk alatt tették kötelezővé, illetve volt egy tuberkulózis meningitis bacillaris ügy, amit elég komolyan megvizsgáltunk. Szerintem az Egyesület történetének az egyik legkomplexebb, legizgalmasabb ügy. 5 percen van. Akkor ebből egyet kihagyok, de nem fog el a fél az ötfélbe. Nos, a pneumokokusz elleni oltás kötelezővé tétele, ez egy elég érdekes dolog volt. Szerintem ez egy gyorsan átadó, nagyon sok háziorvos úgy adta be ezt az oltást, hogy meg se kérdezte a szülőt. Tehát se hozzá, még amikor választható volt akkor is. És a szülők jelezték felé, hogy így adják be az oltást. Mi büntető jogi feljelentést tettünk, ami hónapokig pattogott, nem kaptunk rá választ. Végül is áthelyezték az ANTS hatáskörével az ügyet, és egy belső vizsgálatot folytattak, de megállapították, hogy nem történt szabálysértés. Rengeteg tévéreklám és egyéb kapcsán mi a fogyasztóvédelemtől elkezdve mindenhol írtunk levelet, mindenhol esetörték. És akkor a dr. Benedek Attila egészségpolitikai felelős államtitkár bejelentette ezt a rendkívül szép mondatot, ami szerintem nagyon magyartalan is. Hát olyan sokan kérték, hogy kötelezővé kellett tenni. Tehát az olyan, mint a kötelezően ajánlott, hogy a valótlan tény. Tehát a magyar nyelv nem szereti ezeket az ellentmondásokat. Nos, ekkor nyílt társadalmi konzultációt kezdeményeztünk, a Lovideói komment magyar megfelelő, ugye a 2002 évi 6-os törvény alapján, csak az alázatot mondom, tehát orvosi, társadalmi, gazdasági, etikai és jogi vonatkozások tekintetében mindig kezdeményezni kell egy vitát. A nyilvánosult a szorgalmazásának a jelentőségével hívják fel a figyelmet, hogy ez a törvény preambulumában van benne. Ezt föltettük a kérdéseinket, nagyon röviden csak milyen egészségügyi vonatkozású vizsgálatokat rendel meg a szaktárca, milyen hazai életben külföldi tanulmányokat vettek figyelembe, milyen hosszú életben, rövid távra egészségügyi tapasztalat alapján döntöttek. Most az etikai vonalat nem piszkálom. Hát ez a tömör válasz, hogy tehát semmit, egy kérdésre nem adtak választ, és a társadalmi konzultációnak a lehetőségét is megtagadták. Utána az EMI-hoz fordultunk adatkérő levél formájában, amiben betekintést szerettünk volna kérni a jogszabálytervezetbe, illetve egyeztetésre és véleményezésre lehetőséget biztosítani. Ezt is elutasították, mondván, hogy
központi pénzügyi közérdek. Na most lehetett látni a felsorolást, hogy mi semmiféle pénzügyi közérdek. Nem azt kérdeztük, hogy ez mennyire fog nekünk kerülni, vagy hogy kitől fogják megrendelni hány millió euróért az oltóanyagot, hanem azt, hogy ennek tényleg milyen egészségügyi használ ez egy egyetem, milyen vizsgálatok alapján hozták meg a döntést. És akkor a hava tartalja keletkezett dokumentumokat 10 évre titkosították, amit most hamarosan le fog járni. Na, hogy majd lehet egy újabb betűdés. Nos, ez egy jó szakú történet, ezt igyekszem. Mondd el. Előzmény az volt, hogy mi, hogy az alamegyei kormányhivatalon beadtunk egy komplex törvény módosítási tervezetet, amiben oltásokra lebontva leírtuk azt, hogy melyik oltással mi a baj, hogy kéne ez variálni, tehát nem betiltani akartuk, hanem egy komplet javaslatot, ezt annak fényébe tettük, hogy előtte Rigó csak a kormány megbízottnál voltunk benne, az alamegyei kormány megbízott akkor, ugye most főispánban vagy van. És azt mondta, hogy mégis elég barátságos volt velünk, annak ellenére, hogy milyen témával kerestük, azt mondta, hogy foglaljuk össze a gondolatainkat, és ne azt mondjuk, hogy mivel van a baj, hanem mutassunk rá, hogy ezzel és ezzel a törvénnyel, ilyen ez a baj, és ilyen javaslatunk van. Tehát ezt pont teljesen megszövegezték, úgyhogy ha kicsit gondolkodnak, akkor belemelik. De na, tehát a következő az volt, hogy majdnem egy évig vártunk arra, hogy bármi történjen, és 2015. május 6-án végülis behívtak bennünket a minisztériumban, mert olyan komplex volt az anyag, szerintem, hogy egyszerűen tartották azt, hogy beszélgessünk. És ott felhívtuk a figyelmet, nagyon sok mindenről beszéltünk, de egy érdekes sztori, ugye elmondtuk a dr. Benede Attilának, hogy a WHO, a BCG vakcina oltási kritériumait a következő módon fogalmazza meg. Ez 2004-ben volt, azóta az eltűnt a WHO alapjában ez a dokumentum, nekem van mentésem róla, ott van lenne az idézet különben. Tehát, hogy évi 100 ezer főre első 5 kenet pozitív pulmonális teszttel igazolt esetnél kevesebb, ez különben akkor még Magyarország nem teljesítette, szerintem most sem, vagy évi 10 millió emberből maximum 1-5 év alatti meningitis tuberkulózis eset, minimum 5 évre visszamenőleg. Most 2002 óta van fönn statisztika a KHS honlapján, egyetlen egy évben volt 2009-ben egy eset, ami ezzel a szöveg szerint még megengedett is. Tehát 2002 óta gyakorlatilag bármikor már ki lehetett volna vezetni ezt az oltóanyagot, de nem tették. Erre mit tettek? A minisztéri megbeszélésnél Benede Attila, amikor szembesítettük ezzel, akkor azt mondta, hogy oda szólt a titkárnőnek, hogy azonnal hívjuk a WHO-t. Mi akkor ezen mosolyogtunk, de tudjuk, hogy közben, időközben egy regionális központot nyitottak itt valahol Budapesten. Úgyhogy már akkor lehet, hogy nagyon szoros volt a kapcsolat. 2015-ről beszélünk. És akkor jött a Korányi Bulletin, 2016-os szám, minő érdekesség, 2015-ben két meningitis bacillaris eset előfordult, és hát szinte mi szövegünket átvéve, megfordítva a jelentését, azt mondták, hogy hát 2020-ig egészen biztosan szükség lesz az oltás fenntartására. Na most itt nekünk már bekattam valami nem stimmel, tehát egy javuló tuberkulózis tendencia mellett kettő eset, nem egy, ha egy lett volna, akkor még mindig nekünk van igazunk. Kettő! Hát abban a pillanatban mi adottunk, hogy akkor közérdekű adatigénylés. A kérdéseik a következők voltak, a megbetegedések melyik településen történtek a beteg gyermekek, mely egészségi intézményekben kezelték. Mi volt a megbetegedett gyermekek életkora? Mit lehet tudni a megbetegedett gyermekek életkörülményeiről? Részesültek a BCG oltásban, ugye nagyon fontos. Mi lett a megbetegedett gyermekek sorsa? A fertőzés felderítése során milyen fertőzés forrás és kontaktérképet sikerült felderíteni? Mi volt a tuberkulózus baktérium pontos mikrobiológiai osztályozása? Ennyi, nagyon sok. Milyen módszerrel azonosították a TBC baktériumot? Hogyan diagnosztizálták a betegséget? A tuberkulózis meningitis diagnózis felállítása klinikai vagy patológiai?
technológiai eredménye volt, mi volt a rezisztencia vizsgálat eredménye, kaptak-e a gyermekek antituberkulotikus terápiát, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért nem, készült-e a két esetről esettanulmány, ha igen, akkor mi módon illető el, ha nem, akkor miért. Nos, hát ugye ez volt a szöveg, és akkor most kezdődik a kávária, adatkérő levél egyszerre az OEC-nek és a Korányi Intézetnek. A Korányi Intézet az nagyon hamar válaszolt, 6 napon belül, melyben leírják, hogy az intézet nem az adatok gazdája, így azokkal kapcsolatban az adatokat nem tudnak szolgáltatni. Ezt így el is fogadjuk. De még majd azért visszatérünk, hogy a Korányi Bulletin miért nem részletezte ezt a rendkívül eseményt. December 27-i keltezésre az OEC-nek címzett levelünkre nem az OEC, hanem az EMI válaszolt, melyben leírják, hogy a két adatokkal nem rendelkeznek. A válasz levélben nem derül ki, hogy az OEC-nek címzett levélben miért az EMI válaszolt. De egyébként oda lett továbbítva. Ezután januárban ismét levelet küldtük az OEC-hez, melyben emlékeztettük, hogy hát lejárt a 15 nap gyerekek, miért nem válaszoltatok nagyjából. És február 1-én keltezéssel az OKI, Országos Közegészségügyi Intézet e-mail formájában válaszolt nekünk, és tudották, hogy az OAK 2017. március 31. napján megszűnt, és először OKK-ra, majd névváltoztatással OKI-ra változott. A válaszlevélben tájékoztattak minket, hogy az OKI nem minősül adatkezelőnek. Most ez egy nagyon érdekes, mert az OAK-nek a jogutódja nem adatkezelő. Na most lehet, újabb levelet írtuk az EMI-nek, mert hogyha az EMI nem tudja, a fel nem tudja, hogy mi van alatta, akkor ez nincs. Újabb levelet juttatott az EMI-nek, mint felette szervnek, mert megkérdeztük, hogy a szervezet, mely szervezet minősül az infotörvény 3 paragrafus 9 pontja szerint adatkezelőnek. Március 5-i keltezéssel az EMI úgy válaszolt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának nincs tudomására vonatkozóan, hogy mely szervezet az adatkezelő. Tehát, azért mondjuk, hogy ez kaparéba jövő. Közben mi nem adtuk fel, nézegettük, hogy milyen szervezetek jöttek létre akkor, és valamikor akkor jöttek létre a NEA, hogy a Nemzeti Egészségkezelő Központ, valami ilyen, ugye? Tudjátok ezt. És akkor április 6-ai adatkérő levelet küldtünk március 21-én, április 6-ai keltezésre válasz érkezett, melynek lényege, ez az általunk két adatok személyes adatnak minősülnek, így a NEA nem teljesítette, még minősített az adatkérő. Nem azt kérdeztük, hogy mi azt sem kérdeztük, hogy fiúja vagy lány, mert ugye most már ez is volt személyes adat, vagy adat, ugye? Tehát egyszerűen érthetően látom. Ez az akkori érzés. Na most két dolgot ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni. Az az, hogy a Korányi Bulletin is azért sárgaság az ügyben, mivel azért ez a két tuberkulózis meningitis ügy, ez egy rendkívüli eseménynek számít a pulmonológia történetében. Tehát ennyire jó statisztika, kifésű statisztikai adatok mellett két ilyen eset előfordul, az egy rendkívüli esemény, erről cikkezni kéne. Na most akkor tovább megyek, a statisztikák szerint ez a fajta betegségtípus, ez tényleg a korai gyermekkorra jellemző, és a letalítás az 50% körül. Tehát a kettőből egynek meg kellett volna halnia. Ha nem, akkor ez az orvostudomány sikere, hogy milyen ügyesek van, hogy orvosok. De nem jelent meg semmi erről hallgatásban. Na most ugye, mivel beszéltünk a mozgástér, mi ezt ennyibe hagytuk, hát ott van mementóként a honlapunkon, lehet, hogy mosolyogni meg minden, de azért ez egy nagyon ilyen, ambivalens érzéseket vált ki az emberből. Na most sokan megkérdezhetnék így mondjuk, akik így kevésbé jártasak, most nyilvánvalóan az orvosok tudják, hogy miről van szó, de a civilek, hogy mi a baj a BCG oltással, ugye a háromnapos korig adják a kórházakban. Tehát először is én most itt az akadémista narratívában mondom. Tehát ez a hivatalos állásfoglalás a világban, a BCG oltással kapcsolatban, többek között Nyugat-Európa ezért nem alkalmazza.
Tehát először is nem véd a tüdőgyümölkór ellen. Tehát tud is a tudomány, mi megkérdeztük erről a lántérsz, hogy a minisztériumot is többé, hogy miért adják ezt. Azért, mert amíg nincs jobb, addig is jobb a semmire. Tudom, hogy ez egy mulatság, de ezt a választ kaptuk. 0 és 1 éves korig alkalmazzák, nálunk is 1 éves kor fölött nem is ajánlott, nem is létezik a rendszerben semmilyen hivatkozásnál, de ez is bizonytalan védelmet a két igen ritka tuberkulózis változat ellen, az egyik a biliári tuberkulózis, a másik a meningitis bacillaris, ugye ez az atyák gyulladás történet. Ez is 0 és 80%-os hatások között mozog a hivatalos tanulmányok szerint. Orcsai Lajostól is hallottuk, hogy az egyenlőtől távolodva éjszakra jobban hat az oltás. Tehát azt nem vették figyelembe, hogy az életszínvonal is úgy nagyjából úgy emelkedik. Jó, tehát ez is egy nagyon bizonytalan adat. Tehát ezt tudományosnak én nem nevezném. Vagy hát mindegy. Az oltás is okozhat milliárdi tuberkulózist, és erre 2017-ben volt is egy szegedi eset, ezt a Dél-Magyar megcikkezte, ez egy fiatal kisfiú volt, akiről a cikk is így jelent meg, hogy az oltás után lett beteg. Egy nagyon eltorzult gyerek, tehát kettő és fél éves korában azt hiszem meg is volt, egy Ádám nevű kisfiú volt. Én nagyon sokat foglalkozom vele, de én magyar napokban ránéztem különben, mind a mai napig megvannak a cikket, tehát ha valakit érdekel ez, akkor nyugodtan után nézhet. És ugye a koronájának, az egész történetnek, amilyen végképp nem kéne alkalmazni, az, hogy a tuberkulózisnak jelen pillanatban egyetlen egy diagnosztikai eszköz van, az úgynevezett a Mantu-teszt, amely a BCG volt, tehát egy ilyen próbaoltás körülbelül a bőr alá adják be, és annak az elváltozásában meg tudják állapítani, hogy zajló tuberkulózis betegség van-e, vagy nincs. És a BCG-ben oltottaknál, tehát ha valaki élete során egyszer BCG-oltást kap, annak pozitív lesz a tesztje. Tehát egy olyan diagnosztikai eszköz üt ki a rendszer a kezéből, ami életre vágóan fontos lenne. Ez egy az akkori érzéseinket nagyjából kívántottam. Hogy a jog ennyit számít, Nos, befejezésként azért valamik is pozitívumot is szeretnék mondani, hogy azért nem volt mindig ilyen ez a világ. A 2000-es években sokkal vadabb volt a helyzet. Ugye beszéltem már a Nyitókapuk Összhasznó Alapítványról, ők több ügyet vittek végig, és azt tudni kell, hogy akkor az oltás megtagadás az a BTK határa alá tartozott, és végül is az ő munkásságuk és presszionálások által sikerült egy olyan alkotmánybírósági határozatot kicsikarni, amikor is a védőoltás megtagadást a szabálysértés kategóriába sorolták át. Tehát onnantól kezdve pénzbírságban vannak csak. De most én ismerek több olyan családot is, és mind a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot, ilyen baráti kapcsolatot, akiknél férj-feleséget kettő, illetve kettő és fél letöltendő börtönbüntetésre ítélték, fellebezték, és végül is felfüggesztették belőle, de több százezer forint, 4-500 ezer, kettőjüknek össze volt büntetése, 2000-es évek, tehát olyan pénzbírságot fizettettek velük, úgyhogy azóta azért az egy keményebb helyzet volt. De most amit mi elértünk, az, hogy ki tudtuk csikarni a rendszerből azt, hogy a módszertörvény levél nem jogszabály, hogy ez igen, az ANTS, az epidemiológiai központ adta ki ugye az epinfót, most az megszűnt, nem is tudom, mivel helyette. EMI. Vagy hát az sincs, most már belügyminisztérium adja ki. És ugye ebben szabályozzák azt, hogy egy módszert legyen a videótest beállásában résztvevő minden
szegmensnek, személynek, hogy hol lehet adni az oltást, ki akarja, melyik, hogyan kell pótolni. Tehát ez egy szakmai leírat. És ebben Ócsai beleírtak egy olyan szöveget, hogy oktatási intézményben nem vehetünk fel hiányzoltással gyermekek, és ezt minden iskolai igazgató rendszeresen átjáraszt, és kérdik az iskolába az oltási kiskönyvet, és akkor nem volt ott, elkezdődött a hierarchia. Ugye először is jelentett a gyámügynek, tehát egy kálvári indult be. Most ezt még egy alkotmánybírósági állásfoglalás fontosabb lenni választani, mert az alkotmánybíróság nem is tárgyalta. Egyik mondta, hogy nincs mit tárgyalni, amivel a módszertelenül nem jogszabály. Na, akkor mentek a levelek mindenfelé, ahol kellett, és végig is elértük azt, hogy kikerült ez a kis passzus a módszertani levélből, és most már fölveszik a gyerekeket minden intézményben. Köszönöm szépen! Nekem a szívem repes, amikor hallom azt, hogy most mindig van valami fejlemény, mert most újult erővel jön ez a dolog, soha ennyi orvos nem volt ebben a témában. Mi amikor indultunk, akkor úgy kellett összevadásznunk valakit, hogy egyáltalán befogjuk a táborba. Ugye dr. Turcsány Zsolt nagyon sokáig jó volt az elnökünk, a Zsolt is úgy jött be a képbe, hogy nekünk egyszerre született nagyjából az első gyerekünk. És ez Zsolt ott ült a képen különben, nem tudom, figyeltétek el, sokkal fiatalabb volt, mint most. És amikor egy nagyon jó társaság volt, én nem cserélném ezt a 15 évet semmilyen. Tehát mi sokkal egészebb emberek lettünk ezáltal. Nem csak az egészségügy, hanem az egészségügy. Köszönjük szépen, még egyszer a nagyszerű előadást, és akkor szólítom Mariant, Grimmenstein, Balázs Mariant, hogy tartsa meg az előadását. Ő sok érdekes dologból benne van, mert hogy ő egy tulajdonképpen nemzetközi aktivista, aki ugyanazt, amit Lajos is elmondott, más fórumokon, de nemzetközileg csinálja, úgyhogy biztosan érdekes, hogy fog elmondani nekünk. Ugye megvetem a Magyarországon. Hát mindig ez az utam, és mindig is az Németországon megyek,
ebben a három országban segítek mindenhol ilyen polgári aktivitásban, úgyhogy menjünk is tovább. Jó, akkor mindjárt beszállunk ebbe az újabb fajta oltóanyagokba, mert én most a mRNA históriáról fogok egy kicsit beszélni. Szóval március 27-én már a WHO-nak a hivatalos oldalán Uppsalában ennek az mRNA oltásnak a mellékhatásai már 124 oldal volt. És ezt a 124 oldalt úgy kell venni, hogy így mennek a sorok, egy sor sincs kihagyva. Tehát én még nem számoltam meg, hogy egy oldalon mennyi van, de kb. Úgy kell számolni, hogy 40-50 betegség van felvezetve, és hát hogy a 124-et, mondjuk nem, a 40-nel vagy 50-nel megszorozza, egy eszméletlen számnak ki. Akkor 2022. október 16-án már a WHO-nál Uppsalában már regisztráltak 4,5 millió egyéni jelentést, akik károsultak, és ez már 2023-ban, augusztus 13-án már 10 millió volt. Tehát megduplázódott. Most az lenne nagyon fontos, hogy ugye hogy tudunk ezeken a károsultakon segíteni, mert a fő probléma ugye ez a spike protein, ez a tüskefehérje, hogy lehet ezt a testből eltüntetni, mert most már van olyan tanulmány is, ami bebizonyította, hogy gyakorlatilag az emberek, az oltottaknak a nagy része ugyanígy évekig produkálja ezt a spike proteint. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag még évek múlva is lehet által autoimmun betegséget, vagy esetleg meghalni benne, stb. Azt akarom mondani, hogy a Németországban ugye mindenkinek alá kellett írni, itt Magyarországon is gondolom, hogy hát maga beleegyezik ebbe az oltásba. És mostan, kérem szépen, Németországban októbertől megváltoztatták ezt az aláírást, szóval alá kell változatlanul írni, hogyha valaki ezt az oltást kapni akarja, hogy a felelősséget vállalja, és most már beleírták még mellékhatást azt is, hogy bele lehet halni. Most bele van írva. Na most az a lényeg, hogy tudjuk ezt az egész cirkuszt eltüntetni. Most a vakcinának ugye mérgező összetevőinek a hatástalanítása fontos, és a véletlenül, a Tájvánban véletlenül egy tanulmányt csináltak, én most nem tudom, hogy miért tulajdonképpen, mert nem az volt a cél, hogy találjanak valamit, és ott megtalálták, hogy ez a natokináze, ez egy szója babból készült tabletta, hogy ez tulajdonképpen leállítja a spike proteinnak a termelését. Leállítja a termelését, én ennek még részletesebben fogok mindjárt róla beszélni a natokinázéről, és a másik pedig, ez az Andrographis paniculata. Ez egy indiai növényből készült tabletta. Most mindjárt megmondom, melyiknek milyen az előnye, és hogy kell használni. A natokináze hát a szójababból készült, ugye? Most akkor tartalmaz vitaminkrát, magnézium, vas, vitamin C és egyéb antioxidánsokat. Ebből csak naponta egy tablettát kell enni, és az a fontos, most ez vérhidító is. Na most, aki például valami komoly vérhidítót kell szennie, hát én mondjuk a német viszonylatban ismerem, hogy Elik Visz vagy Szareltó, aki például aspirint eszik, az minden probléma nélkül az aspirint leállíthatja. Aki viszont egy komolyabb tablettát eszik, mondom, mint ez az Elik Visz vagy Szareltó, annak az orvosával meg kell beszélni a dolgot, mert ez is egy vérhidító, hogy ez a kettő működik együtt. Most aki vérhidítót nem eszik, annak semmilyen problémája nincs. Ezt viszont 2 óra távolsággal kell enni a minden étkezéstől. Mert a fehérjével ez összeütközik, tehát azt jelenti, hogyha fehérjével eszünk együtt, akkor nem
szóval nem hat úgy, nem hat, hogy a hatása elvölt. Tehát azt jelenti, hogy két órával az evés után, és két órával az evés előtt, hát szóval a legjobb reggel, mit tudom, hogy megeszi az ember kint, így gyomorra, és akkor két óra múlva reggelizik, vagy pedig este, két óra múlva az érkezés után, és akkor utána már nem eszik semmit. Ugye? De hát szóval teljesen figyelten kellene az érkezés, ez a két óra távolság abszolút meg kell legyen. Tehát két órával előtt és utána nem lehet enni. Ez mondom, ez a probléma a vérhigítással, és ez minimum szóval három hónapig ajánlatos enni, mert akkor tényleg azt mondják, akkor leállította ezt a spektrotei termelést. Most megyünk a másik területához, ami többet tud, ami még többet tud. Na most itt van ez az Andrographis paniculata. Ez egy hagyományos indiai növény, amelyik antibakteriális gyulladást csökkenti, antioxidáns és rákellemes is. Most ez pedig a 100 vírusnak minden mutációját, a spikepotentis, minden kitakarít. Ez leállít. Ennek abszolút semmi mellékhatása nincs. Tehát azt jelentett, hogy most már nagyon több kísérleti nyulaim voltak, mert én ezzel csoportban benne vagyok. Tehát nem vérhigító, ennek megvan ez az előnye, hogy nem vérhigító, és ráadásul azt jelenti, hogy ez még képes is eléggé súlyos károsultakat összefogni. Tehát akiknek például akik nagyon fáradékonyak, az immunrendszerük van tönkrementve, szív problémáik vannak, akkor hogy mondjam, most már akkor álltam, hogy reumára is nagyon jó, most éppen kísérletek, hogy reumára is nagyon jó. Szóval minden esetre kb. Hogyha ezt a Andrographis paniculatát eszi az ember gyakorlatilag 6 hét múlva eléggé le kell csökkenni ennek a gyulladási értéket, ami a vérbe benne van, azt hiszem, hogy a vinyl érték, hogyha ezt tudom, mert ez lecsökkenne 6 hét után már észre lehet venni az eredmény. Na most azt nézzük meg, hogy ezt hogy kell ezt szedni. Hány tabletát? A beadott emberek napi 3 kapszulát vesznek be. Napi 3 kapszulát vesznek be, reggel, délre és este. Az a lényege, hogy a harmadik tabletát lefekvés előtt 2 órában veszik be. Most ajánló cég, én el is hoztam, nekem is van egy csomagon, ez a NOF vagy NO angolul. Hogy lehet kapni? Ezt interneten lehet kapni. Megnéztem, interneten lehet kapni. Mibe kerül? Ez nem drága. Egy ilyen doboz, múltkor láttam, különleges ajánlatban volt 3000 forint körül. 90 napra. Azt hiszem 90 tabletta van egybe. Igen. Tehát ez 400 mg-os. Ez a NOV cég, és 90 nap, tehát egy hónapig kijön az ember vele. Szóval ez nem piszott drága, ez a megfizethető. Biztos, ezek megfizethető. Natuk is állalos jelenleg Magyarországon nem lehet kapni, a barátom próbált venni, nem lehet kapni. Lehet kapni. Ilyára lehet kapni. Ilyen lehet kapni, Natokinázét. Szóval ők internetes. Ilyen lehet kapni, Natokinázét, nekem is van, és ott vásároltam. A NOV pedig Budapesten, az Erkel utcában van a budapesti márkaképviselet, és mindenfajta a NOV terméket jelzett. Igen. Szóval ilyen az meg magyar, igen. Ilyen magyar, igen. Igen. Szóval ez a NOV nagyon jó. Nagyon jó, és mondjuk, amit én nem vettem ide föl, aki tényleg nagyon károsult, annak még van ajánlva egy ilyen snapszös, mert lehet az Andrographis paniculatát nem csak kapszulában, hanem porra is lenni, és akkor a port azt az ember összekeveri egy fél liter hat kanál port, össze kell keverni egy fél liter kristályvízzel, és akkor több napig rázni, és a több is, egy 2-3 napig mindig rázni, hogy az égen, és akkor összekeverni egy fél liter vodkával. És a vodka
borzalmas keserünk, most egy rajonnal paciensen Magyarországon az elmúlt, szörnyű keserünk, és arra, hogy ajánlatos, aki tényleg nagyon károsult, és az erősen károsult, már itt tud menni, ezeknek a három kapszula mellett visznak két ilyen snaps pohárral is naponta. Ebből a fordulásra. Hat kanálon, fél liter, kristálynyű, hat kanál, ünne, és akkor rázni, érjelni valami, és akkor gondolom, hogy ülöm a fél liter, korpacsok, vagy ilyen szín kötő, vodkával. Most menjünk tovább. Ja, itt van, hogy a Bornos visszatele van, hogy csak akkor itt vagyok én. Rosszabb jött a... Igen. Úgyhogy meg van hát. Igen. Na most akkor most én átmegyek egy kicsit, mert én politikai aktivistus vagyok, hogy miért estünk a gödörre. Ez a legtöbben, hogy a nyafogunk, hogy ez meg az meg amaz. Sajnos a berlini fal az volt a határ. Az berlini fal, addig még a berlini fal nem dőlt le, addig megvolt a szocializmus és a kapitalizmus között a határ, de akkor miután a berlini fal eldőlt, ennek a maffia erőknek szabad teret kaptak, és beindult a gangstergazdaság. És mit tudjuk, hogy egy ilyen gangstergazdaságban élünk, amiben már semmi nem érvényes, úgyhogy a két cél van tulajdonképpen ennek a gangstereknek, területi uralom és profit maximalizálás, hát ezt látjuk is. Na most az okok tulajdonképpen ugye erre a berlini fal után, azért mert a jogstruktúrák bizonyos hiánya, majd csak vissza-vissza, a jogstruktúrák hiánya, mert látjuk, hogy a jogi rendszer, néha van még jó ítélet, de gyakorlatilag már nem működik. Ez tény. És a profit a gazdaság egyetlen motorja. Ez a két tényező ugye bedobott minket teljesen ilyen maffia állapotba, és most nézzük meg ezeket a kedves maffia szervezeteket, amit úgy szépen leírtam nektek. A Cosa Nostra, a Kínai Triáda, Japán Jakucin, a Nigériai Albán Maffia, Nomenklatúra, Orosz Izmanovszkaja, akkor a Nataragetta, a Mexikói és a Kolumbiai drogkártelek. Na most arról van szó, hogy ezeknek a mókusai, ezek nem úgy dolgoznak, mint régen, ezek bent ülnek már minden bankban, minden minisztériumban, minden. Ezek már mindenhol bent csücsülnek. És ezeknek még lesz udvarolva is. Na most a WHO-nak a csendes, rejtett állatsége, ugye? Két szervezés van folyamatban, a Nemzetközi Egészségügyi Rendeletek megszorítása, ami már 1969 óta már létezik, és minden állam megáldotta, és ugye az új a pandémia szerződés. Most mi a fenének kell a pandémia szerződés? Azért, mert a Nemzetközi Egészségügyi Rendeleteket, ha megszigorítják, az csak egy pandémia alatt érvényes, és minden pandémiának ugye valamikor mégis vége kell lenni, mert az évszázadokig nem tudják húzni, mondjuk gyakorian tudják csinálni, de nem tudják évszázadokig húzni, akkor a pandémia, az elmúlt pandémia és a következő pandémia között lesz érvényes ez a pandémia szerződés. És hogy kinek a, hogy mondjam, drágáján vagy szemetén az az egész hülyeség nőtt, mert azt a legtöbben azt sem tudják, ugyanúgy az gyakorlatilag a németek itt megint az első hegedűt játszották. Abszolút az első hegedűt játszották. A WHO ugye egy nagyon korrupt szervezet, mert 80%-a nem az államoktól kapja a pénzt, hanem mindenféle farma, meg ugye mindenféle stiftungoktól, a Rockefeller Foundation, és tovább, és ezek mind meghatározhatják, hogy mit csinálnak, ugye a pénzükkel, amit ők adtak, azt meg is határozhatják. Na most a probléma ott van, hogy ők viszont, akik ezek a külső szervezetek, nincsen szavazati jogaik ebben az egészségügyi szervezet, egészségügyi gyülekezetbe, nekik nincs szavazati jogok. Na most ők kisütötték ezt, hogy akarják ezt a világkormányt, kisütötték, hogy csinálják, na de nekik kellett ebben az egészségügyi szervezetbe egy állam, amelyik nekik segít ebbe a szavazó gyülekezetbe bejutni. Hát ki tudtak megfőzni rögtön a németeket,
És a németek gyakorlatilag a Frau Merkel rögtön összeszedett egy pár államot, a Fidzsi szigeteket, meg Togót, meg egy mini államokat, és ezzel beadtak 2020-ban egy rezolúciót, hogy ezt meg kellene csinálni, mert ez egy szuper dolog. Nem volt nekik egyszerű, mert 2020-ban májusban aztán nagyon sok állam szkeptikus volt, és kellett nekik masszírozni, hogy jaj, ez egy szuper dolog, szuper dolog. És az végén hát tényleg mindegyik ugye bulított rá. Tovább, igen. Na most, a DH alapítása, erre is kicsit kell gondolnunk, hogy miért meg ennyire minden szarul. Mert a DH alapítás 1945-ben történt, és annak a fő alapítója volt, hogy persze volt a fiam, ez a Wellcome Trust, meg a Rockefeller Foundation volt mögötte ebbe a DH alapításába, de ez a Brock Kistholm, ez egy nagyon fontos ember, mert ő volt, aki már első perctől kezdve nyíltan hirdette szükséges családi hagyományokat és soros családi kötelékeket, a hadrághoz való hűséget és a vallási dogmákat az emberek elméből egy racionális világkormány létrehozása érdekében eltávolítani. És most ezt csinálják, tehát ő volt a WHO-nak az első főigazgatója, 1948-53, és ezt a pecsétet viseli változatlanul a WHO. Ennek az egész sztorinak, ha ez átmegy, lesznek felbecsülhetetlen költségek, nincs számadási kötelezettség, senki sem felelős az okozott károkért, és nincs semmi joghatóság, amivel mi a károinkat valahol is bekeverünk. Nulla. Mi teljesen jogtalanok leszünk, tehát a házon ég. Most a Tedros ugye kihirdette tavaly, hogy az, aki azt mondja, hogy egy állam ebben a sztorióban el fogja veszíteni a szuverenitását, az hazudik. Hát a Walter Ulbricht is azt mondta, hogy senki sem akar egy falat építeni, aztán felépítette a berlini falat. Niemand hat die Absicht, hogy senki sem akar itt egy falat csinálni. Ott a Walter Ulbricht annak idején az NDK-ban felépítette a falat. Na most, mint kormánytag viszont ez a kedves Tedros, 1988 és 2015-ig beleült az etiópiai kormányba, ami egy terrorkormány volt, a legszörnyűbb kormánya volt az Etiópiának, ahol számtalan amharák, konzok, orvok és egy szomáli törzsök bebörtözése, kínzásért és meggyilkolásért is felelős. Tehát ez a mókus, ez egy gyilkos. És ez az lemjános fasz, ez törődik a mi. Már mondom, van ellene, már egy büntetőjogi eljárás már régen bevonatva Hágában, a Nemzetközi Büntetőbíróságon. Én is csináltam a bőven írva, hogy mit csinált. Na most a Nemzetközi Egészségügyi Rendeletek, amit mondtam, hogy meg akarják szigorítani, extra áthúztak. A nem kötelező, mert idáig úgy volt benne, hogy minden csak ajánlás. Most minden, ahol oda bevonni vagy nem kötelező, a nemet mindenhova törölték. De hát a no binding-ból lett binding. Tehát azt jelenti, hogy így akarják megszigorítani a nemzetközi egészségügyi rendeleteket. Né? És ezzel a WHO főigazgatója, a kormánynak minden beleegyezésre nyíltunk, regionális vagy globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki, akár potenciális vészhelyzet egyes esetén. Ez azt jelenti, hogyha ezt a hülye szerződéseket elbocsátják, vagy ha megszabadnák, akkor mit tudom én, a Honolulu-ban vagy a Bali-szigeteken szalad egy gyerek, vagy köhög valami, elmegy a dokihoz, a doki mondja, ezt nem tudom, mi a diagnózis, azt nem tudom mi. Rögtön kellene jelenteni a WHO-nak, a WHO-nak, hát ebből lehet egy pandémia, és rögtön becsukhatja az egész világot. Szóval mi rögtön mindenhol, mindenki karanténba tehet. Teljesen, de nem is kell, a kormányok csak tulajdonképpen az a feladatuk, hogy azt, amit a WHO igazgató köhög, azt teljesítsék. Szóval semmi, minden állam elveszíti a szuverenitását.
És ennek a következményeket, amely kapcsolattartás, nyomonkövetése, hatását, utazási korlátozások, zárnak, kényszerített karantén, beutazási tilalom, repülési tilalom, kényszeroltás, oltási gyakorlat, kötelező gyógyszeres kezelés. És amit itt szépen a homeopátiáról beszéltünk, azt szépen el akarják tüntetni. Abszolút el akarják tüntetni. Németországban már készíti a mi kedves Lauterbachnak erre való törvény. Már a törvény már benne van a fiókján. A pandémia szerződés 2023. október. Arra akarom mondani, hogy a pandémia szerződésben a vakcinák áldozatainak csak korlátozott ideig nyújt kártérítést. Ezt kérem, és a gain of function forsuk sehol se lesz, amitől ez a kedves koronavírus is kiszabadul, ez a gain of function forsuk sehol se betiltva. Tehát az embernek az egészsége nulla, gyakorlatilag abszolút nulla. Ők megígérik, hogy a vakcina áldozatai persze lesznek oltás után,